Egy 6 hetes gyermek halálát okozta még 2015-ben, hogy a szülei 45 percre magára hagyták a nyári forróság idején az autójukban. Hasonló esetből egyre több történik. 2017-ben fóton történt hasonló, a járókelőknek köszönhetően ott a gyermeknek nem esett komolyabb baja. A házi gyermekorvos azt mondja, nyáron egy autóban 70 Celsius fok is lehet, az ennyire forró levegő pedig percek alatt okozhat keringési összeomlást az embernél. Az ő szervezete drasztikusan fölmelegszik, ezáltal a szívfrekvenciája, a légzése fölszaporodik kritikus módon. A légzés fölszaporodásával rengeteg hőt veszít, és a iz... rengeteg vizet, folyadékot veszít, és az izzadással is, és ez gyakorlatilag egy teljes keringés légzés összeomláshoz vezet. A rendőrség nyáron kifejezetten figyeli a strandok és a bevásárlóközpontok árnyékmentes parkolóit. A rendőrnek pedig joga van ahhoz, hogyha azt látja, hogy egy kocsiban gyermeket hagytak, akkor akár be is törje az autó üvegét. A házi orvos szerint a legfontosabb az, hogy a bajba jutott gyereket ezután kivegyik a felforrósodott kocsiból. Az első dolog, hogy az autóból kihozni, hiszen akár 30-35 fokkal is melegebb lehet abban az autóban a hőmérséklet, tehát a hirtelen hőcsökkenés az mindenféleképpen állapot vezethet. Az olyan szülők, akik autóban hagyják a gyermeküket, baj esetén akár több év börtönt is kaphatnak.